Az elmúlt évekhez hasonlóan magas foglaltságot jeleztek előre, főként a vidéki szállodák, ahol a belföldi vendégek vannak többségben. Összejöttünk egy olyan kis csapat, itt ebbe a szállodába, itt ismerkedtünk meg, és a kellemes a hasznossal az egyik barátunknak itt lesz a 60. házassági évfordulójuk férfeleség ugyan, és ezt szeretnénk itt megünnepelni. Ebből apropóból is vagyunk itt, úgyhogy reméljük, hogy sikerrel járunk. Hát a hétvégét vasárnap. Még vasárnapig szeretnénk itt lenni, úgy van a recepción a egyeztetésünk, úgyhogy szeretnénk a jó időt, meg ezt a lehetőséget. Az augusztus 20-ai hétvégén is a fürdővárosok domináltak az előfoglalások adatai alapján. Jelenleg egy darab szabadszobánk van, ez is a minap került lemondásra, ugyanis családi okok miatt lemondták. Ez egy családi apartman, szóval igazából erre az egy szobára van még lehetőség a 20-ai hétvégén. Ugye hétfőtől péntekig általában felveszik a vendégeink a kezeléseket, és szerettek volna hosszabbítani, viszont már a hétvége a teltház miatt nem volt rá lehetőségük. Jászlajkun Szolnok megyében is telítettek voltak a szállodák az augusztus 20-ai hétvégén. A Cserkeszőlői és Tiszafüredi, Berekfürdői és Karcagi szállodában szálláshelyeken a korábbi évekhez hasonlóan a foglaltság 100%-os. A nyitás utáni évben fedeztük fel ezt a szállodát, tehát közel 20 éve, hogy visszajárunk, és nagyon jó barátságokat kötöttünk itt a fürdővízben, a vacsoraasztalnál, tehát van egy 9 fős visszajáró társaságunk, akik az ország különböző pontjáról, és ha csak lehet, évente többször is eljövünk, itt ünnepeljük a születésnapokat, a házassági évfordulót, a névnapokat, kinek mikor, tehát mi nagyon szeretünk ide járni. Csak a legjobbakat tudom mondani, luxus körülmények, tökéletes víz, kellemes környezet, a kezelések is nagyon jók. Ismét kezelésre jöttünk, hétfőtől péntekig kezelésen veszünk részt, tökéletes minden. A vendégek túlnyomó többsége belföldi, akik átlagosan 3 éjszakát töltöttek el.